egyszer már kiöregedő játékosokkal és új mezekkel vágott neki a magyar ifjúsági és serdülő válogatott a Varasdi korosztályos Európa-bajnokságnak. A tavalyra tervezett utánpótlás Európa-bajnoksága járvány miatt elmaradt, ami különösen az utolsó éves ifistákat érintette érzékenyen. A korosztályok kitolásának köszönhetően azonban a 19. életévüket taposok mégis kaptak egy utolsó esélyt. Köztük András Csaba is. Én úgy érzem, hogy Jolly Joker vagyok. Párosban első kiemeltek vagyunk, ott várom a legtöbbet magamtól, illetve lehet akár vegyesben is, de ha tényleg elkapom a fonalat, szerintem egyéniben is ott van a helyem. A csapatra meg úgy érzem, hogy ott majd meglátjuk igazából, de bármi benne van. Csaba tényleg párosban szerepelt a legjobban. A horvát Ivor Bannal az oldalán bronzérmes lett az ifjúsági fiúk között. Így EB-dobogósként búcsúzott a korosztályos kontinens bajnokságoktól. Nagyon örömteli, hogy a sportszergyártó cégünkkel sikerült úgy megállapodnunk az idei évre már, hogy a nemzeti színek jelenik meg gyakorlatilag a mezeinken, a melegítőinken, úgyhogy ez nagyon öröm, ez egy hosszú, régóta várt, dédelgetett állam, úgyhogy én nagyon örülök neki személy szerint, és nagyon köszönöm a kollégáimnak is, akik segítettek a tervezésbe a Jola képviselőivel együtt, úgyhogy ebből van zöld, piros és fekete is, úgyhogy ezáltal megfelelünk a nemzetközi szabályoknak, hogyha azonos színűek a mezek, akkor tudunk változtatni is, címerrel, magyar zászlóval, úgyhogy szerintem nagyon impozáns, és bízom benne, hogy a gyerekek is büszkén viselik majd.